Évadzáró gálája a Csillagóra főpróbáján vagyunk, melynek műsora a repertoár színfoltjait sorakoztatja fel az Opera Nívós díjainak átadása mellett. Ez egy izgatott várakozással teli történet, hogy nem egy egyszerű dolog. Láthatóan meg is izzasztott, de végül is ez volt az a próba, amikor énekes, kórus, balettos zenekar egyszerre itt végigmentünk a darabon. Én az Ezren lányából Mári szerepét fogom énekelni, de megtaláltam olyan mélységeket lelki értelembe véve, illetve hangilag olyan magasságokat is, végre a kettőt együtt, amitől én ezt ennyire megszerettem. Figaro köbön előadásból Figaro belépőjét éneklem. És ez egy ilyen méltatlan kodvárja, tehát teljesen más a szöveg, mint ami az eredeti Rossinében lenne. Különösen nagyon vicces. Lehet gyorsan, mert nekünk tök mindegy, de így akkor tudod jól elmondani. A próbán a művészek mindent átvesznek, amit az est folyamán előadnak. Többen közülük díjazottak, de ezt ekkor még nem is sejtik. A műsor kiválasztásának másik sorvezetője az, hogy azok is szerepeljenek benne, akik ezt a étoál vagy kamaraművészi, kamaraénekesi díjat megkapják. Persze, ez egy titok. Ezek pedig az esti gálán készült felvételek, az előadások és a díjátadás pillanatai. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A 2012-ben német mintára létrehozott kamaraénekesi cím az aktív szólisták iránti megbecsülést kívánja kifejezni. Az opera és a balett műfaját egyaránt jelképező, hattyút formázó porcelándíj kitüntetettjeinek egyike Cser Krisztián. Szeretném ígérni, hogy maradok ilyen, amilyen. Még tovább próbálok fejlődni. Szintén az opera kamaraénekesi címének birtokosa mostantól, Santo Andrea. Ugyancsak kamaraénekesi címmel díjazta az opera Rácz Rita művészetét. Jobban izgulok, amikor énekelni kellett. Énekkari kamaraművész címben a bariton szólamból Fekete Károly részesült. A zenekari kamaraművész címet pedig Polonkai Judit, az együttes szóló első fagottosa vehette át, aki 1996 óta tagja az opera zenekarának. Nem gondoltam, hogy egy ilyen hangszer, mint a fagott, ami nagyon ritkán kerül előtérbe, ez is ennyire számít a háznak, és nagyon hálás vagyok. A Magyar Nemzeti Balett kamaraművésze címet Takamori Miu érdemelte ki. A Magyar Nemzeti Balett étoája címet a következő évadban Balázsi Gergő Árvin principál viselheti. Táncolni jobban szeretek, mint beszélni, de nagyon szépen szeretném megköszönni ezt a díjat. Első ízben részesült kamaraművészi elismerésben az opera gyermekkarának egy ifjú tagja, valamint a Magyar Nemzeti Balettintézet egy növendéke. A gyermekkarból Abebe Ayele Rafael, a balettintézetből pedig Porkoláb Cecília vehette át a díjat. Igazából szóhoz se jutok, nem számítottam, csak arra készültem, hogy a variációmat elő tudjam adni. Hagyományosan a Csillagóra gálát megelőzően adták át az opera azon elismeréseit, amelyeket a Dalszínház egykori jeles művészeinek és kiemelkedő egyéniségeinek emlékére alapítottak. Olá Gusztáv, kétszeres Kossuth díjas, kiváló művész, az Opera Mihály főrendezője, vezető díszlet és jelmeztervezője emlékére alapított plakettet, tehetsége, szorgalma, művészi és emberi magatartása elismeréseként Kovács István operaénekes vehette át. Az Erkel Színház egykori főügyelője Gella Lajos emlékére alapított plakettet, amelyet az Opera Művészeti Támogató Területén dolgozó valamely munkatársa kaphat meg, Harangi Mária rendező vehette át, aki 2016 óta az opera játékmestere. Az idei évadban pedig többek közt a János Vitézke című produkció színpadra állítása is a nevéhez fűződik. A
nekem nagyon nagy élmény volt a János Vitézkét csinálni a gyerekekkel, a rengeteg gyerekkel, amitől nagyon féltem még egy évvel ezelőtt ilyenkor. Meg egy-egy próba végén is, hogyha egy énekessel meg lehet beszélni, hogy na ez most, itt most volt egy olyan pillanat, amiért érdemes volt bejönni, próbálni. Ezek mind számítanak. A karmestereknek és hangszeres művészeknek odaítélhető Ferencsik János emlékdíjban Nagy Csaba, az operazenekar trombita művésze részesült, aki 1994 óta tagja az együttesnek, és 2009-ben már átvehette egyszer az elismerést. Nem a díjakért hajt az ember, hanem egyszerűen szereti, amit csinál, megpróbálja a saját képességeihez képest a lehető legjobb teljesítményt kihozni. És ha ez sikerül, ez maga a siker. Hogy ezt egy díjjal is elismerik, az egy egészen különleges bónusz. A Komor Vilmos karmester emlékére alapított plakettet pedig Keskeny Ferenc hegedű szólamvezető kapta. Az opera egykori elismert jelmeztervezői előtt tisztelgő Márk Tivadar emlékplakett idei díjazottja Tihanyi Ildi jelmez és díszlettervező, aki most nem tudta személyesen átvenni az elismerését, de az idei évadban neki köszönhette a közönség a Veszedelmes Éden sokoldalú díszletét. Az opera emellett a Covid időszak alatti helytállásáért külön jutalomban részesítette Barabás Izabella öltöztetőt és Bácskai Tamás kellékest, akik mindketten évtizedek óta a Dalszínház elkötelezett munkatársai. Az Eiffel Műhelyház mozdonycsarnokában megtartott eseményen vette át operaházi örökös tagságát és mesterművészi címét elismerő oklevelét ifja Parangozó Gyula koreográfus balettművész, a Magyar Nemzeti Balett korábbi igazgatója, aki 2021. novemberében a Magyar Opera napja alkalmában megtartott ünnepi bejelentésen nem tudott részt venni. Bár az opera évada hagyományosan a Csillagóra gálával ér véget, az újra nyitott operaház klimatizált nézőtere egészen július végéig várja a közönséget.